Tamási város német nemzetiségi önkormányzatának a közösségépítés mellett fontos a hagyományok éltetése is. Ezúttal a hosszú évek óta megrendezésre kerülő bájuk adott erre lehetőséget, ahol a kulturális műsorok keretében megelevenedtek az igazi sváb dallamok és táncok is. Az érkezőket rozmaringgal díszített asztalok várták, amely egy régi hagyományt idézett meg. A tisztaságot jelképezi, és azt, hogy a svábok meg tudtak gyökerezni. A rozmaring olyan növény, ami gyorsan meggyökerezik, és hogy ezt is jelenti, ugye, hogy betelepedtek és Magyarországon nagyon gyorsan hazára leltek. Mindig nagyon nagy érdeklődés volt a svábbal után, olyan emberek részéről is, akik csak szeretik a zenét, vagy tudják egy kicsit a hagyományokat, vagy ugye páriak itt voltak mindig közel Tamásihoz, és érdekesnek tartották, hogy jöttek be a piacon, és hogy svábul beszéltek, másképp öltöztek. Ugye a zenét azt sokan megismerték már lakodalmakból, meg egyéb helyekről, és így szimpatizáltak ez a kultúránkkal. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy én úgy nőhettem fel Páriban, egy zárt közösségben, ahol ez a zene olyan természetes volt, amit ma este hallunk, ez az igazán sváb zenei motivumok. Mindig azt mondják, hogy színvonalas a bálunk, hogy sok mindent kapnak, a kultúránkon kívül próbáljuk vendégül látni aperitívvel, vagy jó vacsorával a vendégeinket. A műsorok sorát a Tamási Blumenkranz pedagógusokból álló kamarakórus dalcsokra indította. Az igazi sváb vendéglátás jegyében bor, pogácsa és a már említett rozmaring várta az érkező vendégeket asztaluknál. Tamásiban a sváb elszervezése nagyon hosszú évekre tekint vissza. Az én emlékeimben az él, hogy egészen kis lányként, még a szüleimmel, mint vendég vettem részt ezen a rendezvényen, és azóta most már második alkalommal szervezőként is itt vagyok. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó hangulatú bál szokott lenni minden évben itt a városban. Igyekszünk ebbe bevonni a gyerekeket, óvodásokat, iskolásokat is. Sajnos ők a jelenlegi helyzetben a járvány miatt az idén nem vesznek részt ezen a bálon. A szervezők gondoskodnak róla, hogy a meghívott fellépők már az est elején megalapozzák a jó hangulatot. A Vémendi német nemzetiségi férfikar dalcsokra is elérte ezt a célkitűzést. A bál szervezése kapcsán fontos szempont, hogy a hagyományápolás kellő hangsúlyt kapjon a rendezvények alkalmával. Ez egy jó szervezet, jól összerakott az elődök is, a jelen pillanatban is, tehát mindenféle formában ez arról szól. Két évvel ezelőtt a kisnányunk, mint nemzetiségi óvodás táncolt, sajnos ezek most a tavaly ugye elmaradt a járvány miatt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és nagyon sok hangsúlyt kellene arra fektetni, hogy ezek a hagyományok föléledjenek, fölelevenedjenek. Azért is jár a gyerekem olyan jellegű óvodába, ahol fontos a nemzetiség, a német nemzetiség, és valószínűleg az iskolai tanulmányait is ennek jegyében fogja folytatni. Tamásiban a fiatalok számára is számos lehetőség van, ahol találkozhatnak a német kultúrával, és tanulhatják is azt. A Würzeldám általános iskolában tanulhatnak német nemzetiségi nyelvet, ezen belül honismereti és mindenféle hagyományápolási órájuk van, járhatnak táncolni. Napjainkban egyre nehezebb feladat a nemzetiségi hagyományok beillesztése a mindennapokba. Erre talán az egyik legkézenfekvőbb megoldás a konyha lehet, ahol az emlékezetes sváb ízek talán még a múltat is megelevenítik. Az én családom szanaszét futott a világban, a svábság apai ágról érint engem. Én nekem inkább az ételek, ahogy a mamám gondolkodott, főzött, a mai napig alkalmazom ezeket a technikákat, ízeket. Bál nincs jó zene és tánc nélkül. A fellépő kórusok megelevenítették a sváb dallamokat, a németkéri nemzetiségi tánccsoport pedig még a bál kezdete előtt gondoskodott róla, hogy a jelenlévők táncműsoruk alkalmával eleveníthessék fel a sváb táncok lépéseit.
A rendezvény hagyományápoló jellegét az is mutatja, hogy a bálozók közül idén is sokan érkeztek a Tamási Schwab bálba, népviseletbe öltözve.